Sabolcsat már Bereg megyében jelenleg 2300 kiskorú és mintegy 250 fő 18 éven felüli, úgynevezett utógondozott fiatal van a gyermekvédelmi rendszerben. Ők nevelő otthonokban, a 12 év alatti gyermekek pedig nevelőszülőknél vannak elhelyezve. A megyében egyébként 800 nevelőszülő dolgozik, ők bő egy éve már munkájukért fizetést kapnak, a mindenkori minimálbér összegét. A fizetésük pedig a nevelt gyerekek számától függően százalékos arányban Növekszik. Ám akadnak olyan felnőttek, akik nem szülőként, hanem örökbefogadóként szeretnének segíteni a gyermekvédelmi rendszerben élőknek. Fontos tudni való, hogy ugyan a nevelőszülők kapnak, ám az örökbefogadók nem kapnak fizetést. Őket azonban megilletik a gyermek, gyermekek után járó illetmények, ellátás és kedvezmények. A hatályos törvények szerint Magyarországon minden 25 évet betöltött cselekvőképes személy fogadhat örökbe, aki a törökbe, gyermektől legalább 16 évvel, illetve legfeljebb 45 évvel idősebb, és mind körülményében, lakáskörülményében, mind pedig személyiség állapotában megfelel. Ez azt jelenti, hogy egy környezettanulmányt végeznek az örökbefogadni kívánónál, akinek egy pszichológiai vizsgálaton és egy örökbefogadásra felkészítő tanfolyamon is részt kell vennie. A megyénkben tavaly 70 fő gyermek? esetében realizáló törökbeadás, és ennek az az érdekessége, hogy hosszú évek óta Bós, illetve Szabós tartja az országos statisztikának az élét. A 70 örökbefogadott gyermek közül 32-t külföldiek fogadtak örökbe, tette hozzá az intézményvezető. A legtöbb gyermek Szicíliába vagy az amerikai Egyesült Államokba került.